Caput Draconis, mondta Harry Potter, és erre megnyílt előtte a Gryffindor torony közösségi termének ajtaja. A könyvsorozat szerzője gyakran valódi tudománytörténeti érdekességeket, kis easter egg-eket rejtett el a történetben, így van ez ezzel a jelszóval is. Caput Draconis és a Cauda Draconis, a sárkány feje és a sárkány farka, két égi jelenség, illetve csillagászati pont, amelyek a régi asztronómiában, a csillagjóslásban, csillagvizsgálatban fontos szerepet töltöttek be. A jelenség megértéséhez vissza kell helyezkednünk a középkori földközpontú világképbe, amikor a univerzum középpontjában a Föld bolygó állt, és e körül keringett a Nap, látszólag körpályán, illetve a Hold szintén egy másik körpályán. A két körpályának a síkja kitért egymástól, metszette egymást, és ahol a Hold pályája, a Nap pályája fölé emelkedett, ez a felszálló Hold csomópont vagy a sárkány feje, ahol pedig alábukott, az a sárkány farka, a Cauda Draconis. Ezeknek a pontoknak az elhelyezkedéséből és a egyes emberek születési horoszkópjának adataiból különböző következtetéseket vontak le. Egy ilyen feladvány található az időarcai kiállításban is, amelyet önök itt ennek a tárcsának segítségével meg is fejthetnek a kiállításban. Most bemutatom ennek a tárcsának a működését, amely ma már nem adna pontos adatokat vissza, hiszen a 16. századtól, amikor ez a tárcsa és számítási eszköz készült, már naptárreform is történt, illetve a tudományos mérések is pontosabbak lettek. De például a Mohácsi csata napján ennek a két hold csomópontnak a helyzetét könnyen megállapíthatjuk a tárcsával. Szükséges hozzá egy kis segédtáblázat, amiben leolvashatjuk, hogy 1500. január 1-én hol helyezkedett el a felszálló hold csomópont, vagyis a sárkány feje. Itt az 1-es, a 25-ös és a 45-ös számokat látjuk. Ebből az első kettőre van szükségünk a helyzet meghatározásához. A sárkány fejét először is az égi tájékozódási rendszer vagy koordináta rendszer kezdőpontjához igazítjuk, a tavaszponthoz, ahonnan az első szám azt jelenti, hogy egy horoszkóp jellel, egy zodiákus jellel kell arrébb forgatnunk a tárcsát, majd még további 25 fokkal, amit ezen a kisebb belső tárcsán látunk. Ezen a ponton volt 1499. december 31-én a felszálló hold csomópont. Ezután ezen a belső aranygyűrűn olvashatjuk le, hogy az évszázad következő éveiben hol volt a felszálló hold csomópont. Először 1525. december 31-hez forgatunk, itt a 25-ös számot megkeressük, megjelöljük a piros zsinórral, majd ide forgatjuk a sárkány fejét. És ahogy ide forgattuk, már látjuk is, hogy december 31-a után ezen a kis naptáron látjuk január, február, március, április, tovább egészen augusztusig, ahol a hónap végénél bejelöljük a madzagot, végül még egy picit után forgatjuk a sárkány fejét, és akkor így láthatjuk, hogy a Mohácsi csata napján a hold a Bak házában a 11. foknál emelkedett a napkörpályájának síkja fölé. Hogyha saját számításokat végeznének el, vagy megoldanák a Mátyás király születésnapjával kapcsolatos feladványunkat, július 13-ig megtehetik az Országos Széchenyi Könyvtár az Időarcai című kiállításában.